A rövid téli szünetet követően vasárnap találkoztak a Spari játékosai, akik december 28-a óta egyéni edzéstel alapján készültek. A kötelező koronavírus teszt után két csoportban kezdődött el a munka, a műfüves pályán és a konditeremben vezényel edzéseket a Gálhidi György vezette szakmai stáb. Az őszi kerethez képest történtek változások, a Kisvárdához fél évre kölcsönbe kerülő Ötvös Bence már nincs a többiekkel, de rajta kívül is vannak hiányzók, illetve érkeztek új játékosok is. A Gyurján Bence és a Kárték Bálint távozott a klubtól. Nem csak a teljesítményükkel voltunk elégedetlenek, egy kicsit ellenzékbe vonultak, és nem igazán segítették a közös munkát. Két érkező az már biztos, a Szokolcs Zsolt, őt nem kell bemutatni, hiszen azt hiszem 3 évet töltött el itt Nyíregyházán, egy ragyogó védőjátékos, akár jobb hátvédbe, akár belső védőként is tudjuk őt használni. Úgyhogy tőle sokat várunk, és az amúgy is elég stabil védekezésünket, vagy védelmünket igyekszünk még ővele megerősíteni, és nagyon szeretnénk minél több kapott gól nélküli mérkőzést lejátszani. A másik érkező sem ismeretlen, hiszen a Paku Roland is itt volt, amikor a Pista Vácsival, meg a Lucsácki Tomival felkerült a csapat. Meghatározó játékosa volt akkor is a csapatnak, és most is szeretnénk a középpályát megerősíteni, és ehhez ő pedig ideális alany. A 30 esztendő Szokolcs Zsolt a nyíregyházi évek után megfordult a Vasasnál, játszott Svájcban, legutóbb pedig az NB3-as Sényi futballistája volt. Természetesen volt olyan gondolatom, hogyha esetleg jól megy a játék Sényűn, és meg tudom mutatni, akkor hát, ha itt a Spalinál újra fel tudnak figyelni rám, és nyilván mindent beladtam a meccseken, mindent bele is szoktam adni, így örülök neki nagyon, hogy felfigyeltek rám, és akkor Istennek sikerült, hogy egy osztályon feljebb lépjek megint. A tavaszi rajton január 31-én a Soroksát fogadja a Spari, addig megfelelő formába kell kerülni a csapatnak. Ezen a héten aerob munkát végzünk, ami azt jelenti, hogy ilyen 160-170-es pulzussal, tehát még nem savasodnak a játékosok, egy ilyen könnyű ritmusba dolgozunk, és a következő hét az nagyon kemény lesz. Ott az edzőmérkőzések is nagyon komoly ellenfelekkel, egy kicsit üti egymást ez, kicsit túl erős a két ellenfél, a Paks és a Debrecen ebbe az időszakban, de azt már előre is mondom, hogy nem az számít, hogy ebbe az időszakban minden eredményeket érünk el, hanem az, hogy összeálljon a csapat, technikailag, taktikailag és fizikálisan elsősorban tudjunk komolyan dolgozni. Az említett két meccs mellett még két előkészületi mérkőzés játszik a Nyíregyháza, most szombaton a Kazincbarcikát, január 23-án pedig a Tiszakécskét fogadja Gálhidi György együttese.